Szervusztok! Hájból klobinocskák! Nagyon sok szeretettel köszöntök minden fehérje bázist és helytelepülést. Pupillátokkal jól meresszétek rám a tekinteteteket, és cíliátokkal figyeljetek rám, mert most egy roppant érdekes kísérletnek lesznek szemtanúi. A mostani kísérletünk egy fizikai törvényen a dörzsölődés alapelvét muszi. Bizonyára már is végeztetek ilyen kísérleteket otthon, kedves gyerekek. Ez egy egyszerű, de nélkülözhetetlen fizikai művelet, a szemléletet. Amit látjátok, itt van ez a szegény, kicsi, szerencsétlen gyufa. Én ezt a gyufát most végig fogom húzni ezen a foszfor felületen. Jó, figyeljetek, kérem, találjátok, mi fog történni. Meggyullad majdnem. Csodálatos, csodálatos látvány, gyerekek. És tudjátok, miért gyulladt meg ez a gyufa? Mert másképp úgy földhöz vágta volna, hogy ez a vendéli szakramentum lesz. Na, otthon ti is végezhettek hasonló kísérletet, de hogy szebb látványban legyen részetek, előbb öntsétek fel a lakást benzinnel, vagy nyissátok ki a gázcsapot. A most következő kísérletünk még érdekesebb, gyerekek. Ez a behorpadás fizikai törvényén fekszik. Mint látjátok, itt van ez a nagyon aranyos kis kalapács, és itt ez a szegény kis tejfölös pohár. Jó, figyeljetek ide! Jaj, de csodálatos látvány, gyerekek! Hát, amint látjátok, a tejfölös pohár felvette a lezsert formát. Külalakja megváltozott, térfogata kisebb lett, de a színe ugye megmaradt. Most rejtvényünk következik. Ugyanezt a kísérletet otthon végezzétek el, és kérjétek meg nagypapit, hogy helyettesítse a tejfölös pohár szerepét. Nagypapit szépen, finoman helyezzétek az asztalra úgy, hogy a feje elérhető magasságban legyen. A koponyáján kiválasztotok egy tetszés szerinti pontot, és utána félváról, lezserül, a Samuval oda legyintetek egyet. Jegyzett füzetetekben írjátok föl, miként változott meg nagypapi térfogata, alakja és színe. A megfejtéseket küldjétek be szerkesztőségünkbe, ahol barátom, Koporsós Alfred fogja elbírálni a helyesen beküldőket. A nyertesünk egy összkomfortos családi kritát fog ajándékba kapni. Következő műsorunkban azt fogom szemléltetni, hogy kell a rakott kellből atomreaktort készíteni. Most, gyerekek, sietnem kell, mert be kell fejeznem egy kísérletet a repülő só hatása a nitroglicerinre című műsoromhoz. Ezért hát most búcsúzom tőletek, viszont látásra a stratoszférába! Sziasztok!